Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! A második napunkat töltjük itt Jezolóban, és így a második vlogot is elhoztam nektek. Nem tudom, hogy mennyi lesz, mert valószínűleg minden napról nem fogok készíteni, mivel hát ugye strandolás lesz többségében. De még arra gondoltam, hogy a mai napot egyben így mindenképp levlogolnám, és hogyha esetleg rövid lesz, hogy valami történik, még a következő napokból, akkor azt is bele fogom tenni. Most már voltunk reggelizni, mindjárt be fogok vágni róla néhány felvételt, viszont magáról a kajáról akarok nektek egy kicsit mesélni itt a szállodában. Azért a horvát és az olasz között eléggé nagy a különbség, legalábbis az én ízlésemben az olasz sokkal-sokkal jobb volt. Annyiféle pékárú, meg finom felvágottak voltak, hogy azt se tudtam, hogy mit tegyek konkrétan, de majd mindjárt láthatjátok. Ez egy kisebb szálloda, úgyhogy ilyen nem volt olyan túl nagy a maga a reggeliző része, viszont nagyon-nagyon finomak voltak a kaják. Be is csakom, és meg tudjátok nézni. Nos, hát ez ennyi, és még a tegnapra visszatérve, ugye kipróbáltuk ezt a bikás játékot, ami nagyon vicces volt, viszont meg is lett az eredménye, mert jól lehorzsoltam a lábamat, úgyhogy tudni, hogy az volt, csipni fog a vízbe, de majd meglátjuk, mindjárt megmutatom, hogy milyen lett. Ja, úgyhogy ez így sikerült. Merlinkoma ugye most otthon maradt erre a kirándulásra, azért nem hoztam, mert Velencébe fogunk majd menni, és ez egy egész napos program. Oda vinni nem akarom a forró aszfaltra, illetve itt pedig ugye egész nap strandolás van, így egész nap a szálláson lenne, annak meg nem sok értelme van, úgyhogy otthon van. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi a helyzet vele, nagyon jól érzi magát, Bennyvel van, és anyukám pedig készíti a videókat, úgyhogy majd lesz olyan videó, ahol megmutatja, hogy mit csinált ezen a napon. Most pedig egyébként azért jöttem ide le, mert hoztam egy vándorfigurát, mindjárt megmutatom nektek, és azt valahova el fogjuk rejteni. Szóval én most ide egy ilyen kis cápát hordoltam. Úgyhogy keressünk neki helyet, valamelyik bokorba fogom elrejteni, és hogyha esetleg itt nyaralsz, akkor gyere és nézd meg gyorsan. Vándorfigura elrejtve, most pedig el fogunk indulni, visszamegyek a szállásra, és megyünk bevásárolni néhány dolgot itt a kisboltba, utána pedig megyünk le a strandra, ahol még szeretnék majd horgolni, mert szerintem egész délután ott fogunk lenni. Este pedig majd az lesz a program, hogy megnézzük a sétáló utcát, mert tegnap csak nagyon kicsi részét néztük meg, úgyhogy most felfedezzük az egészet. Most pedig megindulunk le a kisboltba, és veszünk néhány délutáni nasit, amit majd a tengerparton tudunk elrágcsálni, és ezt már most felvettük, mert nagyon meleg van. Akartunk venni egész dinnyét, csak az a baj, hogy nincs késünk, úgyhogy ez így bukta. Sikerült megvenni a dinnyét, és találtunk kést is, úgyhogy most ilyen jó nagy dinnyét viszünk. Indulás le a strandra, most viszont már levisszük ezt a sárga úszót, és ezt is fogjuk használni. Meg olyan meleg van, képzétek el, és be fogjuk rakni az autóra ezt a kis védőt, mert felforr az autó is. Lehet a dinnyelv is. Tudom. Köszönöm, sem megyek. Fél egy körül van, még nincsenek olyan rengetegen a strandon, hogy vettem észre tegnap, hogy inkább így este fele, ilyen 3 órától, jó az nem este, de akkor kezdenek sokan lenni. Arrébb egy ilyen világító toronyfélét, úgyhogy most oda fogunk elsétálni, és megnézzük, hogy milyen. Most már közelítünk, itt van egy ilyen nagyon nagy csúsztaféle, meg azt néztük, hogy lehet, hogy itt erre vannak ilyen kutyás strandok is talán, majd ha megtaláljuk, akkor megmutatom. Meg itt van mellettünk egy jó nagy kemping, és lassan odaérünk már. Most már lassan odaérünk.
most már itt vagyunk, de ennél nem lehet közelebb menni, úgyhogy majd ráközelítek telefonnal, és akkor úgy tudom nektek megmutatni. Na, most már feljöttünk, lefürödtünk, és hamarosan megyünk le, és körbenézzünk, hogy mit fogunk ma enni, még nem tudjuk, majd meg fogom mutatni. Sétálgattunk, és közben megtaláltam a saját nevemet az egyik étteremnél, meg persze megnéztük a játékokat, és találtunk egy nagyon menő szállodát, ezt nézzétek, hogy néz ki. Mennyi díszítés, nagyon durva, és közben itt is van egy olyan pizza, aminek az a neve, mint nekem, és persze ide is ültünk be egyszerre, mivel nagyon szép étteremnek tűnt. Aztán így utólag most már elmondhatom, hogy nagyjából minden nap ide ültünk be, mert olyan finom volt a kaja, és annyira díszes volt minden, jól nézett ki az egész. Ezt a pizzát ettem 2-3-szor is, nagyon finom volt, úgyhogy bátran merem ajánlani bárkinek ezt a helyet. Jó reggelt, megjöttünk reggelizni. Én most szintén egy ilyen mortadellásot választottam, de majd még fogok pékárot is, mert nagyon jól néznek ki, meg a gyümölcsök is. Meg volt a reggeli, most meg megyünk fürdőruhát venni, meg körbenézünk. Milyen fürdőruhát választott nekem? Most pedig feljöttem, és megyünk boltba egy kis kávéért, mikor csak sört venni, aztán megyünk vissza a tengerpartra, és ma egész napot leszünk. Most már ilyen délután 3 van, már elég sokat strandoltunk, viszont még napozni szeretnék, mert az még nem sok volt a mai napon. Most már este van, megyünk enni, idáig fürödtünk, úgyhogy ilyen túl sok videót nem csináltunk, és arra gondoltunk, hogy veszünk a kis boltba ilyen készkaját, hogyha lesz, akkor a tengerparton fogjuk megenni, ha nem lesz, akkor meg keresünk valami mást. Megvan a vacsora, most kihúztuk itt a napárnyat, és mindjárt fogunk enni kézzel, lábbal, mert nincs evőeszközünk. Megettük itt a tengerparton a vacsorát, most pedig készítek néhány fotót így a tengerről este, mert ilyet még nem készítettem. Majd lehet, hogy be fogom vágni, vagy az Instagram oldalamon tudjátok megnézni. Aztán utána megyünk be a sétálutcába, és még egyszer körbenézünk. Aznap este még úgy döntöttünk, hogy beülünk koktélozni, és megkóstoltunk néhány koktélt. Itt most egy ilyen akció volt, hogyha egyet veszünk, akkor kettőt kapunk, és kihoztak egy csomót, úgyhogy igazából nem is tudtunk mit kezdeni vele, de nagyon jól néztek ki. Jó reggelt, itt nézzük a következő napról. Itt vagyunk lent a reggelizőben, és mutatom, hogy ma mit eszek. Első körben egy szendvicset, meg most egy ilyen, nem tudom milyen felvágottat, de jól nézett ki. Ez pedig a szokásos pékáról, amit szoktam enni. És megyünk le egyet, és megnézzük újra a markolósokat, most talán nincs akkora tömeg, és hogyha van valami olyan, amelyik jól áll, akkor azt lehet, hogy kipróbáljuk, meg bemegyünk boltba, és akarok venni valamilyen olasz ilyen nasit megkóstolni, kipróbálni, aztán most ez fog történni. Láttam egy ilyen vaníliás tasit, ezt fogjuk venni, látom, hogy most is vesz magának más ízbe, aztán majd a strandon megkóstoljuk és kipróbáljuk. Persze itt megint próbálkoztam ezzel a markolós játékkal, és ismét nem sikerült.
Itt a sétáló utcában nagyon menő dolgok voltak, például ez a pizzás tányér is nagyon tetszett, és sikerült Merlinnek is vennünk ajándékot. Itt sétálgatok lent a tengerparton, és már szerintem beszéltem erről a kis készülékről nektek, de egy kicsit még elmondom még jobban, mert azt hiszem, hogy ezt nem mondtam el, hogy honnét rendeltem. Shane-ről van, 1700 forint volt, és ez egy ilyen kis mini klíma. Bekapcsolt 3 fokozata van, és fújja a levegőt, és marha jól le tud hűteni, főleg ilyen tengerparti környezetben, ahol pusztulat meleg van. És jelenleg azt írja az időjárás, hogy gyenge eső van, hát igazából felhő is alig van, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes ezt használni, és tényleg segít a hűtésben. Amit még esetleg érdemes tudni róla az az, hogy körülbelül ilyen 3 órát lehet használni egy töltéssel, és egyáltalán 1-2 óra alatt lehet, hát ja, viszonylag jól feltölteni. Úgyhogy mi, amióta itt vagyunk, minden nap használjuk. Szerintem ma van a legmelegebb, itt nagyon-nagyon meleg van. Most pedig azt találtuk ki, itt vagyok a tengerparton, és elhoztam, amit Horvátországban vettünk, ilyen kis víz alatti tok a telefonomnak, úgyhogy a kagylókat majd azzal akarom egy kicsit levideózni, meg megfürdünk. Most pedig elindul a kagylóvadászat, meg fogom nézni itt a part mentén, hogy milyen kagylók vannak a vízszélén. Na és ez az a tartó. Tehát, hogy elmegyek egy másik partszakaszra, és ott is megnézem a kagylókat. A legszélén találtam egy ilyen szépet, nem is kellett bemennem a vízbe, de ez nagyon kis cuki. Ezt az egyet lehet el fogom vinni, de nem mondjátok el senkinek, mert nem nagyon lehet ilyeneket kivinni. Itt találtam egy ilyen osztrigát, de lehet, hogy még lapó is van, úgyhogy ehhez nem bírunk hozzá. Nézzetek meg, de érdekes ez! Milyen kagyló ez? Van rajta egy csomó ilyen kis akármi. Kijöttem ide erre a stégre, és amúgy innét nem lehet ugrálni, mert konkrétan térdig ér a víz. Ezeket ide mások kihozták, de marha jól néznek ki. Ez a mai videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!